Nem öncélú a dolog, hiszen a Mohács 500 programsorozatnak az egyik kiemelt eseménye mégiscsak egy látogatóközpont elkészítése lenne az emlékhely területén. Most a látogatóközpont, ami a mohácsi csatát kívánja bemutatni, azért mégiscsak izgalmas lenne, ha ebbe a csatához köthető valamilyen tárgyak szerepelhetnének. Milyen tárgyakról szeretnék beszélni, és milyen tárgyakról nem? Ugye alapvetően régészeti leletek lennének első körben, ami rögtön az eszünkbe jut akkor, amikor ezt a címet olvassuk. De hát ezekről értelemszerűen nem lesz szó, mert lesz szó később, illetve a kötetben, a most megjelent kötetben a Janus Pannonius Múzeum régészei egy nagyon pazar katalógust adtak arról, a tömegsírokban található leletekről, illetve a csatatér kutatás újabb eredményeiről. Azt gondolom, hogy erről ők fognak beszélni, és ők fognak dönteni végén, hogy ebből 2026-ban mely tárgyak kerülhetnek Mohácsra, és mely tárgyak lesznek mondjuk Pécsen kiállítva, vagy mi lesz a sorsuk. De vannak ezen kívül csatához köthető olyan irodalmi vagy művészeti, minden esetre kézzel fogható tárgyak, amikről ugyancsak nem lesz szó. Pap Júlia már több komolyabb tanulmányában, illetve egy ebben a kötetben is megjelent tanulmányában számba vette már a II. Lajoshoz, illetve a mohácsi csatához köthető képi forrásokat. Ismerünk irodalmi szövegeket, Kanász Viktor éppen hozott egy új csokorra valót, illetve Lackó András ugyancsak a kötetben 19. századi magyar recepcióval foglalkozik nagyon különleges módon. De hát akkor is vannak olyan tárgyak vagy alkotások, amelyeket a hagyomány a mohácsi csatához köt, és hát a tudomány ezt az idő folyamán vagy megerősítette, vagy megcáfolta. Ugye két ilyen tárgyat vetítettem ki. Az egyik az a páncél, amit 2021-ben a magyar kormány a lengyel államnak ajándékozott, amit sokáig II. Lajos páncéljaként ismert a muzeológia, aztán azóta kiderült azért nem most már, hanem azért korábban, tehát az 1930-as évek végén talán, hogy ez nem a II. Lajoshoz köthető, hanem tényleg lengyel vonatkozása van, illetve van egy talán a New Yorki Metropolitan Múzeumban őrzött sisak, amit viszont II. Lajoshoz köt a tudomány is, és nem kizárt, hogy ez 1526-ban Buda kirablása során viszik el az oszmán csapatok, és kerül aztán, ahogy ez keleten történni szokott a múzeumi gyűjteményekkel, így közkézen, magánúton Amerikáig vándorol, és ma ott látható. Hát szerintem fantasztikus dolog lenne, ha 2026-ban mondjuk ezt a tárgyat haza lehetne hozni, mert hogy ha tudtommal nem járt Magyarországon. Tehát, hogy van ilyenünk, és hát ugye hova érdemes menni, nagyon hasonló a helyzet, mint hogy hol érdemes keresni az ókori kelet kincseit, hát ott azoknál, akik kifosztották. Tehát, hogy nem véletlenül Párizsban és Londonban van Dögivel egyiptomi meg szíriai ókori kultúrához köthető tárgy, vagy akár az ókori hellénvilághoz, de hát itt pedig az Oszmán Birodalom, illetve az Oszmán Birodalom központja, de hát ezt majd akár Sudár Balázs megerősíti, vagy megcáfolja. Perger István hívta fel a kit ül körünkben néhány évvel ezelőtt a figyelmemet ezekre a nagy vagy dobokra, amiket a mohácsi csatában használtak a múzeumi kiírás szerint a mohácsi seregben azok a kötelező jelleggel ott levő zenészek, akik így a harci hangulatért voltak felelősek. Minden esetre ezek mind a mai napig a Török Hadtörténeti Múzeumban azzal a címkével vannak kiállítva, hogy ezek a csatadobok a mohácsi csatában részt vettek. Azt gondolom, ezt a hagyomány kanonizálta, tehát hogy valószínűleg anyagvizsgálat, nagyon sok mindenre lenne szükség ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, hogy vagy igaz, vagy nem. De hát úgy látszik, hogy a keleti kultúrákban sokkal erősebb egyébként az, hogy mit gondolnunk róla, mint hogy mi volt valójában. Hasonló a helyzet Szulejmán szultán kardjával, ami ugyancsak úgy szerepel az ottani kiállítási anyagban, hogy ez
1526-ban már nála volt, nem gondolnám, hogy visszaadnák, hogy egyáltalán odaadnák, de hát ettől függetlenül ugyanúgy a mohácsi csatához köthető emlék, hogyha személyekre bontjuk le, hogy ki, meddig tart a mi figyelmünk, kik azok, akikről esetleg a hozzájuk köthető tárgyak kapcsán mégis valami mohácsi kötődésű tárgyként van szó, és hát van egy talán ennél egy fokkal izgalmasabb, amiről azért nem bizonyították az ellenkezőjét, ha jól tudom, Szulejmán szultán jataványa, ami egy díszfegyvernek készült 1526-27 fordulóján, ez az ötvösök ajándék. Nem mondanám ötvös C-nek, mert hogy maga a C-hek ismeretlenek az Oszmán Birodalomban, ez egy nyugati termék, de hát az isztambuli ötvösök a hazatérő szultánt lepték meg ezzel a fegyverrel, az ezt bemutató szerző szerint, ami egy nagyon reprezentatív tárgy. Hát ez mindenképp, mert hogy ezen van dátum, amik azért nem szoktak lenni, és ez a dátum, ez a 26 vége, 27 eleje, tehát tényleg azt is lehet tudni, hogy a szultánnak szól, és így aztán annyira nem kell meggörbíteni a valóságot, hogy ezt a mohácsi csatahoz köthető tárgyakként azonosítsuk. Nagyon izgalmas a következő, lenne még, és remélhetőleg a következő évben induló török-magyar kulturális évad során előkerülnek olyan század elején, tehát 19. század végén, 20. század elején készült leírások, amelyek még sokkal inkább egybelátták azokat a szultáni kincstárakat, amik aztán 1920 után sok esetben átlettek szervezve, vagy meglettek csonkítva. Úgy tudom, hogy van kiadás alatt Fodor Gábor segítségéből, tehát hogy mondom ezt, ő az, aki erről felvilágosítást adott, hogy készül olyan visszaemlékezés, olyan naplónak a sajtó alárendezése, amiben sokkal több magyar vonatkozású anyagnak az említése van, úgyhogy bízunk abban, hogy 2024-ben lesz valamiféle erőlelépés, legalább írásos szöveg alapján, hogy mit lenne érdemes keresni még a mai török területeken. De hogy mit lehet keresni a Magyar Nemzeti Múzeumban, ez csak egy izgalmas dolog, és ez nézzék el, nekem laikus módon mondom ezt, hiszen nem vagyok művészettörténész és nem vagyok régész, de hogy ez egy olyan tör, amivel csak a baj van, mert hogy van rajta egy monogram, K.J., Kálai János, van rajta egy címer, az a Kálai címer, idáig is jó, ez a bécsi Kunsthistorisches Múzeumban volt sokáig, onnan került vissza, és van rajta egy dátum 1543, és iparművészeti megfontolások alapján ez egy török ötvöstárgy. Na most ez hogyan, mégis miköze ennek Mohácshoz? Hát 1526-ban Kálai János volt a magyar testőrség egyik vezetője, akinek az lett volna a feladata, hogy második Lajost megvédje. Ő maga tényleg túléli az ütközetet, és hát 1543-ban azt is tudjuk, hogy él, sőt 1548-ban még él. Egy tanulmány mindenképp megérne egyébként az ő életrajza, hanem is egy egész kötetet, mert hosszú, 1522-ben már Szörényi Bán. De hogy az ő monogramja és az ő címere szerepel egy 1543-ban legalábbis átalakított díszkésen, vagy dísztőrön, és ha Mohácsi szereplőhöz konkrétan köthető tárgyról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ez, ami pillanatilag a Magyar Nemzeti Múzeumban található, mindenképp érdemes arra, hogy elgondolkozzunk azon, hogy valahogy egy leendő kiállításba szerepeltessük. Címeres levelek nagyon látványosak, nagyon szépek, szerencsére egyre több van belőlük. Egyet hoztam ide, Szentgyörgyi Bakács Sándor címeres levelének a megújítása, tehát maga a dokumentum 1622-ben keletkezett, viszont egy 1532-es címeres levélnek a másolata, és hát azért szép a kép, meg a sztori, mert hogy ki volt ő? Ő volt az, aki Bánfi Jánost segítette a mohácsi csatában menekülés közben, hogy átadta neki a lovát, Bánfi balra el, Bakács ott maradt
Tusznak, mint az Üvegtigrisben, de viszont az ura nem feledkezett meg róla, hanem kiváltotta. Ebből is látszik egyébként, hogy át kell gondolni ez a kimaradt életben, ki lett kivégezve egyáltalán ez a hadifogoly kérdés. Tehát Bakács erre egy jó példa, nem ölték meg, az ura később kiváltotta, és ezt a ló átadásos jelenetet örökíti meg az 1532-es Szapolyai János által kiállított címeres levél, ami hát a mohácsi csata egy mozzanatát mutatja be számunkra. Ismerünk sok nevet azok közül, akik a mohácsi csatában részt vettek keresztény oldalról. Ugye ők elsősorban a nagybirtokosok, elsősorban azok a nagybirtokos családoknak a képviselői, akikhez leginkább köthetők tárgyak. De, és itt jön most a reklám helye, hogy a Mohács 500 program keretében a Hadtörténeti Intézet forrást kapott arra a munkára, hogy a mohácsi csatában résztvevők kutatását, elsősorban levéltári kutatását a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárával, valamint a Történettudományi Intézet munkatársaival közösen véghez vigye. Hosszú-hosszú gyötrődés után, de úgy néz ki, hogy ez a munka a következő hetekben, tehát ünnepek után elindulhat, és nem a semmiből kell kezdeni, hiszen nem azt mondom, hogy számítottunk arra, hogy erre lesz forrás, mert arra nem számítottunk, arra viszont igen, hogy ezt a munkát el kell végezni, és így elsősorban Neumann Tibor Történettudományi Intézetben dolgozó kollégám vezetésével azért már sokan szolgáltattak adatokat az elmúlt években is ehhez a munkához, tehát már most jóval több nevet tudunk, mint amennyi egyébként a szakirodalomban szerepel, és elkészültek olyan életrajzok is, akik olyan személyekről, akik egyáltalán nem voltak ismertek a szakirodalomból, hogy részt vettek volna a mohácsi csatában. Ilyen például Kubinyi Dániel, aki meg is hal 1526. augusztus 29-én, és Liptó megye kapitánya a mohácsi csatában, és hát, hogy honnan került elő arra vonatkozóan adat, hogy egyáltalán részt vett, hát évekkel később egy Liptó vármegyei jegyzőkönyvben már az örökösök pere alapján kerültek olyan bejegyzések a kötetbe, amiből ez kiderül, de hát nagyon sokáig tart, tehát időben is, 1580-as évekből ismerünk olyan iratokat, olyan már nem is végrendelet, hanem az örökösök kérelme mondjuk a királyi udvarban, vagy a kamaránál, hogy azért kérek pénzt, és akkor leírja az egész család dicsőséges történetét, és hogy ő, vagy valamelyik őse a mohácsi csatában részt vett. Tehát, hogy 50-60 évvel az esemény után született forrásokban van adat mohácsi csatában részt vettekre, és az adja meg ennek a bonyolultságát, hogy olyan emberek, akikről korábban már találkoztunk a forrásokban a nevével, csak soha nem gondoltuk, hogy a mohácsi csatához kellene kötni. Tehát, hogy valójában jó, ez egy ilyen Aranymosás a Fövenyben című történet, ami a sok esetben csak a végén nyeri el az értelmét az egyes adatok, de azt gondolom, hogy ebben van óriási potenciál, mert így ezek a korábban nem ismert emberekhez köthető tárgyak is a mohácsi csata tárgyi emlékanyagává válnak. Zászlók, 4 darab zászlót hoztam példaként, hogy hogyan dolgozik egyáltalán a közösségi emlékezet. Az elsőről még Kumorovics Bernát 1954-ben tett említést, ez a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik, és a történet szerint ez Tomori Pál zászlaja volt, ami ott volt a mohácsi csatában, aztán valahogy elveszett, aztán előkerült, tehát hogy ez egy ilyen híres, az 1948-ban egy nagy országos kiállításon a Nemzeti Múzeumban szerepelt is. Azt is tudjuk, hogy ma már újabb kutatásokból 19. században vétel útján került a Nemzeti Múzeum tulajdonába, de hát ebbe a konfabulálás az igazán izgalmas, hiszen az anyagvizsgálat azóta bebizonyította, hogy a 18. századi maga az anyag, tehát korábbi nem lehet, mégis évtizedeken keresztül, mint mohácsi zászló hivatkoztak rá. Hasonló a hely, ja igen, mondja, hát is meg kell említenem egyébként a Magyar Nemzeti Múzeum muzeológusa Tóth Csabának a nevét,
nevét, aki adatokkal segített, amikor ezután a zászló után keresgéltem. Németújvári zászló, ez a Batthyány család levélt régiségtárában van, és 2005-ben kiállításra is került. Batthyány Ferencről tudjuk, hogy részt vett a Mohácsi csatában, és leírás alapján ezt a zászlót a körmendi fegyvertárban őrizték, sőt, családi hagyomány alapján, tehát a Batthyányak ugye azon kevesek közé tartoznak, akik nem haltak ki, hogy Batthyány Ferenc a testére tekerte ezt a zászlót, és úgy mentette ki a csatatérről, és ma is ez van kiírva egyébként a kiállításon a zászlóhoz, ami egyébként képileg, hogy hogyan is néz ki, és mit ábrázol a patróna Hungáriével, tehát a Madonna a gyermekkel, valamint a koronás címer akár lehet is. Viszont itt is anyagvizsgálat történt, illetve művészettörténészi megfontolások alapján és a 17. századhoz kötik ma ezt a zászlót, azaz Batthyány Ferenc nem tekerhette a pocakja köré. Van egy harmadik, ami szerintem történetében ismeretlen, mégis ez lehetne talán a legizgalmasabb, Temesváron. 1821-ben egy Mindszenti Antal nevű, egy református lelkész, nyughatatlan természetű fia nagyobb utazásokat tesz az Alföldön, amiből több részt publikál is, azonban nem mindent. A legutolsó, a komplett része az ő művének, egy fordulás az Alföldön, ez csak Pánya Istvánéknak köszönhetően a Kecskeméti Múzeum kiadásában jelent meg, közte maga ez a temesvári leírás is, amelyik egyébként azóta román nyelven is megjelent, tehát hogy szerencsére odáig is eljutott. Mit tudunk meg ebből? Személyesen megy el a temesvári várba Mindszenti pillanat, mert már szenil, nem vettem be a gyógyszeremet, a szenilizmus. Igen, Mindszenti Antal, tehát, és személyesen írja le az ott látottakat ebben a temesvári várban, amit még Hunyadi János épített a 15. század közepén, és azt mondja, hogy számára a legizgalmasabb, amit látott itt benne a fegyverszobában, reám nézve legnevezetebb tárgy volt egy hajdani magyar gyalogság zászlója a mohácsi szerencsétlen ütközetből. Zápolyai János hozta volt ezt ide, egy oly csata osztályé, mely az ütközetben megmaradván ő hozzá csatolta magát, és egy idevaló templomban az oltár mellé áldozatul felszúrta. Ezelőtt a jezsuiták templomában volt, mármint Temesváron, Mária Terézia királyasszonyunk alatt eladatván a jezsuitáknak mindennek, a többletígérés után e zászló is pénzért eladatot, melyet szerencsére a fegyvertár akkori kommendánsa 5 forinton megvett, s örökre való elveszésétől megmentett. És a nagyon izgalmas, ezt a zászlót még látja Mindszenti 1821-ben, és meg ez is egy patróna hungáriés zászló, egy proréget, pátria van rajta, és sajnos azóta nincs meg, tehát Pánya István érdeklődött a Temesvári Múzeumban, hogy tudnak-e esetleg valamit erről a zászlóról, de nincs. Azt gondolom, hogy ahol érdemes körülnézni, az a bécsi levéltár, hogy amikor a temesvári jezsuita rezidenciát feloszlatták, az akkor elárverezett anyag inventáriumba kerül, hát ha onnan kiderül. És van egy negyedik, ez a pécsi mohácsi zászló, amiért pedig Smelcer Pohánka Évát, a Pécsi Egyházmegyei Gyűjtemény vezetőjét, könyvtár vezetőjét illeti a köszönet, aki nagyon szépen megírta annak a legendáját, hogy 300 pécsi diák részt vett a mohácsi csatában, ez pár éve megjelent a Per Aspera ad Astra kiadványban, interneten is elérhető, de hogy itt fölmerül egy zászlónak a története, ennek a 300 pécsi diáknak a zászlójának a szerintem nagyon izgalmas története, itt is konfabulálásról van szó, mert hogy eredetileg valójában ez csak a 18. század elején bukkan föl maga ez a történet, de tény és való, hogy annyira erős, hogy a 18. század végén, 1770-es években már felvetik, hogy van egy olyan tárgy, a Klimó György püspök birtokában, ami egy zászlórúd, egy nagyon magas zászlórúd és zászlófoszlányok és a mohácsi csatához köthető.
hosszú verset is írnak hozzá 1862-ben, és hát milyen izgalmas, hogy nem a zászlóhoz, hanem a zászlónyélhez. Hát ugye az ember abból főz, amilyen van. Ha zászló nincs, csak zászlónyél, akkor a zászlónyélhez kell írni a verset, hogy ti elhultatok, ti pécsi diákok, ám de marad a szent lobogónyél, ám te maradtál. Tehát hogy ez egy szép veretes nyomasek bobói vers Kőrös Kálmántól, amiért még kitüntetést is kapott. És hát nem véletlen, 1900-ban egyik oldalon Szlivek Lajos ezt teljes egészében felerősíti ezt a történetet, és ebből tudjuk meg, hogy még a millenniumi kiállításra is felkerült ez a zászlónyél. Másik oldalon azonban Békefi Remig már megcáfolja 1908-ban, hogy szerinte ez így nem állja meg a helyét. Minden esetre megsemmisül, tehát maga a zászló rúd dicstelen véget ér. 1923-ban derül ki az akkor már nyugalmazott Szőnyi Ottót, visszarendelik, mert hogy nem találják a zászlórudat, és hát kiderült, hogy ezt a nyelet faragta be Partfisnyélnek Dancs István házmester a 20. század elején, ez lesz a mohácsi zászlórud, aki a földszenti klozethelyiségből hozza elő a zászlónyelet, amikor már sarokba szorítja Szőnyi, hogy most már mindenképp adja elő, nincs hova hátrálni. És hát ez a maradék, ami megmaradt belőle, 1953-ban kerül a Janus Pannonius Múzeum letétjébe. Itt is szeretném megköszönni Neményi Réka a régészeti osztályvezető segítségét, hogy utána nézett, lehet-e erről bármit tudni. Eltűnt már, ami maradt belőle, és remélhetőleg a közeljövőben azért be lehet arról számolni hivatalosan is, hogy egy része előkerült magángyűjteményből. De legalább ennyire izgalmas, azt gondolom, egy kárászi kehely, amit mohácsi kehelyként is számon tartanak, ez, amelyet lehet róla tudni, ez tényleg Keletmecsekben 1816. április 24-én a földből került elő, szolgáltatták be király József pécsi püspöknek. Ez egy díszes darab, és ő pedig lehozza is a mohácsi püspöki palotában állomásozik ez a kehely nagyon sokáig, olyannyira, hogy 1926-ban a 400. évfordulón az akkori mohácsi kiállításnak az egyik ikonikus tárgyává válik, és hát 1935-ben ezért nincsen a püspöki kincstár Lajstrománban, mert még mindig itt van, valamikor az 50-es évekbe került vissza a Pécsre, és azóta is ott őrzik. Hogyan lett ebből a kárász mellett talált kehelyből mohácsi kegytárgy? Hát úgy, hogy 1816-ban, amikor ezt megtalálják, akkor kezdődik a mohács kultusz, éppen királypüspöknek köszönhetően. Így aztán minden a korszakhoz kicsit is köthető tárgynak lesz egy mohács története. Ennek az lett a mohács története, hogy a mohácsi csatából menekülő papok vagy püspökök ásták el menekülés közben, és így került elő. Na most erre bizonyíték nincsen, arra viszont igen, hogy hogyan kell ezt a kejhet értelmezni, művészettörténészek erre mit mondanak, és itt szintén mind a Győri Egyházmegyében dolgozó kollégákat, mind Nemes Gábort köszönet illeti, mert a Győrben van egy nagyon hasonló kehely ebből a korszakból, tehát tényleg a 15-16. Század fordulóján került elő, hogyha be kell azonosítani, tehát hogy ez a korszakhoz köthető, ez egy rendkívül míves, igényes darab, ennek a részleteiről nem tudnék többet mondani, mert én itt csak úgy olvastam. Illetve a Magyar Nemzeti Múzeumban is őriz egy nagyon hasonló tárgyat, ami pedig egy pécsi gyűjtőtől vásárlás útján kerül be, tehát az is nem kizárt, hogy esetleg még annak is köze van ehhez. Tehát, és keresünk még egyet, ha esetleg valakinél egy szederkénynél előkerült hasonló kehely van, legyen szíves, adja elő a legvégén a portán, legalább adja le, ne vigye haza. De hogy erről is van 1883-ból egy beszámoló, hogy pont ebben az időben előkerül ez, ennek a későbbi sorsa azonban ismeretlen. És a végén járunk, Mohács fogadalmi emléktemplom, ahol Lőrinc Árpádnak szeretném megköszönni a segítségét, illetve Snell Tamásnak a fotót. Ez a történet azért alapvetően Mohácson rendkívül ismert, és hát most már azt is tudjuk, hogy hát 1959-ben Takács István mezőkövesdi festőművész készíti el
a fogadalmi emléktemplomban ezt a freskót, ami végül is szeptember 30-áról szól. A Mohácsi templomból elvitt Szűz Mária szobor menekítése, a hagyomány szerint, és a falon is ez szerepel, hogy Szebénybe. 1956. október 21-én a Gerezslakról kerül vissza, és a gerezslakiak gyászba borulnak, mert hogy a Mohácsi plébános ekkor visszatudja tőlük szerezni, azaz elveszítik a saját szobrukat, tehát most visszakerült, de hogy azért elgondolkodtató, hiszen ennek is van az 1950-es években pont a vita kapcsán, hogy ez most köthető-e Mohácshoz ez a Mária szobor, vagy nem. Voltak több felkért kutató, szakértő, akik azt mondták, hogy ez egy későbbi darab, viszont anyagvizsgálat azért azt el kell mondani, hogy nem történt ezzel a tárgyal kapcsolatban, és azt gondolom ez az, ami sokat segítene, hogy vajon ez tényleg egy legalább 500 éves körtefából készült Mária szobora, vagy nem, hiszen vannak meglepő eredmények, hogy már pedig túlélhetnek ennyi időt ilyen kegyszobrok, és felmerült ekkor, és azt gondolom ez is vizsgálat tárgya és kérdése, hogy nem ez, ami Gerezslakról került vissza, hanem valójában a Fazekasbodai Mária szobor az, ami eredetileg Mohácson volt 1526-ban. Azt gondolom, hogy erre szükséges egy püspöki levéltárban való kutatás, másrészt pedig egy műszeres anyagvizsgálat, ami segíthet bennünket. Én ezt szerettem volna most elhozni ide önök elé erre a konferenciára, hogy bár rendkívül szegényes az a hagyaték, amit Mohácsi csatához köthetünk értelemszerűen, azonban azt látjuk, hogy minden tárgy akkor él, ha van története, azért van mihez nyúlnunk akkor, amikor látogató központban vagy kiállításban gondolkozunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.